Balatonfűszőn hagyományosan az önkormányzati társulás, a város és a Jézus szíve plébánia közösen tartotta a megemlékezést. A Mámai templomromnál Szécsi Ferenc plébános celebrált szentmisét. Majd a Hősök emlékfalánál Hebling Zsolt a társulás elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Egy nemzet akkor hanyatlik, ha a hazaszeretet meggyengül, ahogy a nép erkölcsi ereje is, ezáltal nem lesz képes nagy tettekre, fellendülésre. Történelmünk során hazaszeretetükkel bebizonyították elődeink, hőseink, hogy van jövője nemzetünknek, de ebben nekünk is megvan a mai feladatunk és felelősségünk. Fontos hagyományaink ápolása, fiataljaink nevelése. Kiknek mély álma még a jeltelen, sír mélyét is a drága hont vigyázza, holt hőseink, ti, magyar katonák, most ünnepel egy nemzet büszke gyásza. Ünnepi beszédet Szűcs Pál, a honvédség összhaderőnemi parancsnokságának légierő haderőnem megbízott főnöke mondott. Kik válhattak hőssé, tette fel a kérdést. Nem csak a katonák, nem csak azok, akik harcoltak, hanem igenis voltak hétköznapi hősök is. Emberek, akik felismerve a történelmi lehetőséget, feláldozták életüket a közösségükért, a magyar hazáért. Ez az ünnep rájuk is emlékezik. A jeltelen sírokban fekvő áldozatok nevei felkerültek a mementók tábláira, így van egy hely, ahol méltón lehet rájuk emlékezni. A mai napon az elesett hősökről megemlékezünk, de hajtsunk most fejet azon áldozatok előtt is, akik nem katonaként vesztették az életüket. Gondoljunk a harcok, a bombázások áldozataira, a holokauszt során elhult szoltakra, meggyilkoltakra. Emlékezzünk 56 hőseire, áldozataira. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a háborús övezetekben, idegen földön, békemisszióikat teljesítve áldozták életüket. Szólnunk kell azokról is, akik a békés hétköznapokon, a közrend, a közbiztonság védelmében, a bűnözők elleni harcban haltak hősi halált, vagy a természeti katasztrófák megfékezése közben, mások megsegítése során hunytak el. A beszéd után katonai tiszteletadás mellett a hadsereg, a közigazgatás és a civilek elhelyezték az emlékezés koszorúit a Hősök emléktáblájánál.